Addig is, amíg nem érkezik meg a fellépőnk, addig közérdekű információ. Most bezárt a bingó, jött el, tehát aki most akart volna neki kezdeni, az sajnos lemaradt. Még láttam sorban, meg még lehet esetleg még cosplay kedvence szavazás, még a szavazólapokat az infopultban megtaláljátok, lehet még szavazni. Tombolát lehet vásárolni, az 300 forint darabja, és Miaunál lehet venni a külön erre a rendezvényre készült Fantasy Expo-s legyezőket. Te vagy a fellépőn, komondorosok? Erre gyere egy a másik túloldalra, Lici. Ne felejtsd el, 6 órától lesz az eredményhirdetés, és utána lesz a tombolda. Szóval, következő fellépőnk egy bemutatkozás lesz, mégpedig a Commodore Studiótól. Fogadjátok őt nagy szeretettel! Sziasztok! Oké. Én Pápai Bence vagyok a Commodore Studiótól, és a Commodore Studióról szeretnék beszélni, és a videójátékokról, amiket fejlesztünk. A Commodore Studio tavaly évben jött létre, és elsősorban kisebb indie címek kiadásáért felel, így az én játékaimat is ezen keresztül adjuk ki. Két fő brandünk van, az egyik a PudPud, a másik pedig a Morovius sorozat. Ha megnézitek, akkor itt van egy pár videójátékos plakát, grafika, az első helyen ott a PudPud Nudies Adventure áll, az a pixelártos kutyus, és az a játék tavaly jelent meg márciusban, és azóta is elérhető Steamen. Érdekes maga a játéknak a létrejötte és a brandnek a létrejötte, mert fiammal ketten hoztuk létre ezt a kis mesevilágot, és a főhős, a fő karakter, az a mi kutyánk, egy francia buldog, Nudlinak hívják, és róla szól a játék, és az ő világáról. És az alatta lévő kis kép, ahol egy kislány ölel egy francia buldogot, Nudlit, az egy nagyon érdekes projekt, majd kicsit később is beszélek róla. Ez Gameboy-ra készül ez a játék, a régi háttérvilágítás nélküli retro készülékre. És hát haladunk azzal is. Mellette lévő projekt, a PudPud World, a PudPud Nudies Adventure-nek az újragondolása. Már háromdimenziós környezetbe helyezzük ezt a mesevilágot, és sokkal több történetmesélés van a játékban. Ketten is lehet egyszerre játszani lokálisan, és sokkal intenzívebb az élmény, és könnyebb, mivel a régebbi játékunk az eléggé árkádos volt, és eléggé retro nehézséggel rendelkezett. De még fogok ezekről beszélni. Jó. PudPud sorozat, erről beszéltem egy pár szót. De mesélek egy kicsit a sztoriáról. Nudli a Buldogok szigetén él, a Vénuszon,
egy úgynevezett ZZZ-ZRT-ben dolgozik. Ez egy horkológyár, ami horkolásból állít elő elektromos áramot. Neki a mentora Kittel, egy nagy orrú, nagy szemüvegű tudós figura, aki elkíséri a kalandjaira. És Kittelnek van egy macskája, ez egy fő karakter a játékban. Mondhatni, hogy ő a gonosz karakter szinte mindegyik putvodi játékban, mert hogy is mondjam, ez a karakter, ez mindig valami csintalanságot elkövet, elfoglalja a macskák szigetét, átváltoztatja a macskákat kajákká, és stb. De a végül, amikor legyőzzük a Kittel macskáját, Cirmit, akkor megjelenik Kittel, és nem szabad bántani a Cirmit, mert a Kittel a mentorunk macskájáról van szó. Jó. A Put-Put Land a Put-Put sorozatnak a Gameboy-os változata. Igen, lassan készül, de készül, mert sajnos nincs rá olyan sok időm ennyi projekt mellett. Főleg, hogy ezeket a projekteket én nem főállásban, hanem hobbiból készítem. Jó, erről ennyit. Itt a Put-Put Noodles Adventure egy pár screenshot. A játék megjelent számítógépre, és megjelent mobilra is. A játék teli van easter egg-ekkel és valóságban létező világokkal. Például megtalálható benne a Balaton, és MÁV kocsival el lehet utazni oda, és meg lehet küzdeni egy rágó macskával, amit egy rágó automatából kell, ilyen tekerős rágó automatából kell kiváltani coinnal, és utána meg kell vele küzdeni. Teli van kreatív bosszokkal, kreatív részletekkel ez a játék. Például az alsó képen látható egy rejtett pálya. Ez akkor jelenik meg, hogyha az összes területet sikerült végigvinnünk. Akkor megjelennek a kis zászlócskák ezeken a területeken, úgy ahogy fönt a hamburgernél megjelent ez a kis zászlócska. És ez a séf macska, igazából Cirmi birodalma, aki kifőzte a macskákat és megteremtette ezt a furcsa ételekből álló világot. És ez a pálya, ez csak a boss fight-nak a pálya, ez egy nagyon kemény, retro szintű játékmenete rendelkező boss fight. A Put-Put World egy tovább gondolása ennek a játéknak, mivel az első játékunknak a célközönsége az elsősorban azok a felnőttek, akik régen szerették ezeket a platformer, kétdimenziós, pixel artos, retro kis játékokat, és azt a nehézséget is lőttük be ennek a játéknak. De a témáját tekintve ez a játék gyerekeknek is szól. És hogyha belegondolunk abba, hogy mi ezt a brandet szeretnénk továbbvinni, akkor elkezdtünk elkészíteni egy ténylegesen gyerekeknek szóló változatot, ami már több mindenben változik. A megjelenítés háromdimenziósá változik, és lokálisan képlayerrel lehet játszani, szóval bármikor be lehet hívni akár a szülőket is a játékba, és együtt lehet játszani a pályákon. Tervben van, hogy kosztümizálni lehet a karaktereket, és lesznek átvezetők, ezek képregényes képregény oldalakkal megoldott
átvezetők lesznek, és lesz sztorimesélés. A sztorimesélés sajnos az előző változatból kimaradt, teljesen ez a retro irányt vitte tovább, de ebben a változatban ez máshogy lesz. Oké, okay. A Morovius sorozat. Ez egy nagyon érdekes sorozat, mert egyszerre indult a Put-Put sorozattal. Viszont az első játékunkat, az első változatát a Morovius sorozatnak, azt el kellett, hogy kasszáljam. Maga a játékmenet első ránézésre jól néz ki, jól működik, viszont úgy terveztem meg a játékot, hogy végtelen irányokba el lehet menni, szóval nincs határa a pályáknak. És ezt procedurálisan oldottam meg, és maga a proceduralitás okozott egy olyan problémát, hogy a játék idő után repetitív lett, unalmas lett. Próbáltam azzal orvosolni, hogy nagyon sok féle háttért alkottam meg a játékhoz, de maga a játékmenet akkor is, hogyha más szörnyek voltak a karakterünk mellett, és a karakterünk ellen, az nem változott, és repetitívé vált. Több ötletem is volt a változtatásra. És hogy új játékot készítsünk. Először egy Metroidvania játékot szeretünk volna csinálni. Erről most nem hoztam anyagot. De ezt a stílust, ezt a karaktert, ennek a karakternek a történetét, ezt szeretük volna átültetni egy Metroidvania játékba. Vagy ezt a felnőzetes játékot kipótolni egy olyan rendszerrel, ami sokkal dinamikusabb. Például a karakterünk kalapácsából ki lehet lőni mindenféle varázslatot. És átalakítottuk volna egy olyan játékkel, ahol, mint egy bullet hell játék, rengeteg particle és rengeteg részecske vagy lövedék megy a pályán. Ezt ki is próbáltam, de mégsem állt jól neki. Úgyhogy végül egy nagyon érdekes koncepció jutott eszembe. Igazából létezik már ez a koncepció, csak egy nagyon régi játékban. Szóval, ott fönt az a Mario Land 3 Wario Land nevezetű játék, ez a kis Gameboy-os játék, és abban van egy érdekes játékmechanika, hogy ha összeszeded a coinokat, akkor azt tudod fegyverként használni, ki tudsz vele nyitni titkos helyeket, és sokat számít a játéknak a befejezésében, hogy mennyi coinod van a végén. Most ugyanezt a koncepciót felhasználva, és belemerülve egy kicsit a Hexen 2-nek a megoldásaiba, arra jutottam, hogy csinálnék a projektből egy olyan játékot, ami kicsit Hexenes is, kicsit nem, tehát felfedezős lövölde az, amit csinálok belőle. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden pálya egy szint, egy álomban. És ez a szint teli van rejtélyekkel, eldugott folyósokkal, eldugott tárnákkal, puzzle feladatokkal. Sok puzzle feladat kell megoldanunk ahhoz, hogy tovább juthassunk az adott szinten. És mindig vizuálisan valami különlegeset szeretnék egy-egy pályának adni. Jó. Köszönöm a figyelmet. Van-e esetleg kérdésetek ezekkel kapcsolatban?
Nyilván még mesélhetek ezekről a karakterekről, meg ezekről a játékokról, de nagyon kíváncsi lennék a ti kérdéseitekre. Senki? Jó. Jaj, most kikapcsoltam. Elnézést. Oké, még van 3 percem, úgyhogy mesélek egy kicsit a vizualitásáról a játéknak. Szeretem volna egy olyan játékot alkotni, ami visszahozza azt a retro hangulatot, amit mi a 90-es években éltünk meg hasonló FPS játékokkal. Ezért a textúrák mérete is alacsony minőségű és pixelizált. Ráadásul a különböző layerek különböző pixelizációt kaptak, így például a kalapácsunk kisebb felbontású, mint maga a kirenderelt kép, és ez is pixelesen jelenik meg. Ezek hozzáadnak ahhoz a feelinghez, hogy egy régi játékban érezzük magunkat. Visszahozza azt az élményt, amikor még felfedeztük ezeket a világokat, és egy kicsit jobban bele tudjuk magunkat élni ebbe a felfedezésbe. Én nagyon fontosnak tartom. Egyébként hátul ezeket a játékokat ki is tudjátok próbálni, hátul az indie teremben. És hogyha ha kíváncsiak vagytok, akkor ott ténylegesen megtekinthetitek ezeket. Kivéve a Game Boy-os változatot, mert az még nincs olyan állapotban, hogy kihozzam a rendezvényekre. Kérdés? Jó. Oké. A képen egyébként Nudi látható, a játékaink főszereplője, ott a Game Boy-om, arra készül egy verzió ezekből a játékokból, és tényleg maximum annyit tudok még elmondani, hogy a játékfejlesztés folyamatait, amikor elkezdtem csinálni ennek a játéknak, a Putput Nuzzi's Adventure-nek, akkor azzal a célra csináltam, hogy bemutassam fiamnak a játékfejlesztés folyamatait az alapoktól a kiadásig. És végül oda lyukadtunk ki, hogy nagyon jó játék kerekedett ki a végén, és hogy ebből a projektből mi szeretnénk tovább lépni következő és következő projektekhez. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem tetszett az előadás. Sziasztok!